A biológiai sokféleség nemzetközi napja, avagy a biodiverzitás védelmének világnapja minden év május 22-ére esik. Ez egy olyan világnap, amely az élővilág sokféleségére, biodiverzitására, illetve az azt fenyegető veszélyekre igyekszik ráirányítani a széles nyilvánosság figyelmét. Különleges dolog, hogy a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei program idei évi témája a fent említett biodiverzitás. Az ez évi versenykiírásról és a program részleteiről beszélgettünk Sári Kovács Szilviával, Karcagváros alpolgármesterével, a legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertjei program programigazgatójával. Mai vendégünk Sári Kovács Szilvia, Karcagváros alpolgármestere, a legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertjei program programigazgatója. Köszöntöm, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, és én is nagy szeretettel köszöntök minden kedves televízió nézőt. Nem olyan régen beszélgettünk arról, hogy zárult a 2019. évi konyhakert programverseny, és számos eredményről számolt akkor be, és itt van már is a 2020-as. Mit lehet tudni az idei évi konyhakert versenyről? Mi a kiírás? Az idei év kiírása tulajdonképpen a kategóriák tekintetében nem változott, viszont az év programja kiemelt témája a sokféleséget, sokszínűséget a kertekbe, a biodiverzitás éve. Ennek jegyében szeretném, hogyha a kertek tényleg nagyon-nagyon gazdagok lennének mindenféle növényben. És ide beletartoznak a zöldségek mellett a virágok, a dísznövények, és akár sokszor még a gyomok is, hiszen sosem lehet tudni, hogy mikor milyen növény vonz be egy olyan rovart, amelyik a kártevők elleni védekezésben segít bennünket. De nem csak a madarakban, ahogyan eddig is tettük, és a rovarokban gondolkodunk, hanem én szeretném, hogyha emlésökkel is, és kétéltőekkel is megtelne a kert, lennének békák, akik a szúnyogokat és a legyeket riasztják és fogyasztják, és lennének sündisznók is, akik szintén nagyon nagy hasznot tudnak hozni egy konyhakertben. Tehát én úgy gondolom, hogy ha egy kert sokféle élőlénynek ad otthont, sokféleséget tartalmaz, sokszínű, akkor egy ilyen biológiai egyensúly képes megteremtődni, és ezáltal talán még kevesebb lesz azoknak a kártevőknek a száma, amelyek ellen nekünk sokszor vegyszerekkel védekeznünk kell. Mi a jelentkezési határideje egyébként az idejévi versenynek, és hol lehet ezt megtenni, milyen felületeken? Igazság szerint a jelentkezési mód nem változott, hiszen megjelent az újságban a hirdetésünk, ahol a jelentkezési lap is megtalálható, de ha valaki telefonon fölhív, tekintve a járványos időszakot és a vírusos időszakot, az is megfelelő, de csak ugye a nevét, címét megadja, és ezt eljutatja a polgármesteri hivatalba, a gyűjtőládába bedobja, akkor ezt is elfogadjuk. Igazság szerint most a koronavírusos időszak egy kicsit felülírt mindent, és én úgy gondolom, hogy első körben azokra fogok számítani, akik tavaly is jelentkeztek. Természetesen várom az új jelentkezőket is, és bármilyen formában megtették a jelentkezést, amilyen formában elérnek bennünket Facebookon, weboldalon keresztül, interneten, telefonon, levélben, akár személyesen, bárhogy megtehetik a jelentkezésüket. Egy a lényeg, hogy minél többen mutassák meg kertjüket, hiszen biztos vagyok abban, hogy ebben a járványos időszakban, amikor kényszerűen otthon töltöttünk jó pár hetet, az nem telt haszontalanul, és nagyon sokan a kertészkedés mellett voksoltak, és elkezdtek konyhakertet kialakítani, ha eddig nem is volt nekik. Én bízom benne, hogy nagyon sok ilyen karcagi van, és nagyon fontos, hogy az ő jelentkezésüket lássuk, hiszen így példával tudunk élni mindenki felé, hogy lám-lám, minden rosszban van valami jó, mindennek meg lehet találni azt a kis hasznát, amit a magunk oldalára tudunk fordítani. Hatalmas évet jár be már eddig is ez a program, és ilyenkor bennem felmerül kérdés, hogy a szervezők mindig, ahogyan említettük is, érdeklődéssel várják, hogy lesz olyan, akit meg tudnak szólítani, akik még eddig nem vettek részt a versenyben, csak hallották a hírét, látták esetleg a médiás megjelenéseket, hogy ez így történik, tehát az emberekben, a szervezőkben ilyenkor ott motoszkál, hogy na, most lesz-e új, például ugye Gutorföldje, egyébként kimagasló, erről sokszor beszéltünk, hogy ő nagyon sokszor jelentkezik, és szép eredményeket ér el, de van-e ilyen?
Mindig vannak olyan jelentkezők, akik újdonság számba mennek, és itt el lehet mondani ezt a nagyvárosokról és a kisvárosokról is. És nagyon örülök annak, hogy idén is vannak olyan települések, nem is egy, hanem többen vannak, akik elsőként csatlakoznak ehhez a programhoz, és én bízom abban, hogy sikeres lesz, és továbbra is mellettünk maradnak, és partnereink lesznek, és folytatják a Legszebb Konyhakertek programot, nem csak egy évig, hanem több évig is benne lesznek ebben a kis társaságban, ebben a körben. Akik már tényleg sokszor jelentkeztek, tapasztalatokat cserélnek egymással, megbeszélik egymás között. Milyen a visszajelzés erről? Igazság szerint nagyon sok esetben csak a mi rendezvényeinken találkoznak, hiszen akkor az országos díjra jelöltek, illetve az országos díjat kapottak is két külön rendezvény kapcsán össze tudnak jönni, és bizony a szünetekben előtte, utána ismerkedések köttetnek, és igen, vannak nagyon tartós kapcsolatok, főleg a közelebb lévő települések járják át az egymás kertjeit, és cserélnek tapasztalatot, de az sem kizárt, hogy az ország két véglete tart egymással kapcsolatot, ha csak interneten és más telefonos eszközökön keresztül is, de igen, jó barátságok köttetnek. És természetesen nagyon sok kertbarátkör, nagyon sok csoport, civil szerveződés létesül a program köré, és sokszor egy utca fog össze azért, hogy az utcán lévő szilvafáival jelentkezzenek a programba. Számos pozitívuma van ennek a programnak, mégis a kertművelő hagyományok és a közösségépítés kiemelkedik ezek között. Miért tényleg fontosak ezek? Én úgy tudom, hogy nagyon sokan kertészkednek, még hogyha nem is mutatják meg a kertjüket. Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy a kertművelés hagyománya nálunk hosszú évtizedekre, évszázadokra nyúlik vissza, és nagyon nagy tudás van az idős emberek birtokában. És ők még kertészkednek, és nagyon fontos, hogy a fiatalokat oda gyűjtsék maguk mellé. Egyébként ez így is történik, ahogyan a visszajelzések igazolják ezt felém, minden rendezvényen és a program minden megmozdulása, minden mozdulata révén. Ott vannak a gyerekek az idősebb emberek mellett, és ez azért nagyon jó, mert megtanulják óhatatlanul is, hogy hogyan kell elkezdeni kertészkedni. Egyébként mi ebben az időszakban külön segítséget nyújtunk azoknak az embereknek, akiknek nem volt módjukban idősebb szülők, nagyszülők mellett megtanulni a kertészkedést, de szeretnének ebben az otthon, kényszerűen otthon maradós időszakban ezt elkezdeni, és ezért indítottunk egy minden nap jelentkező 5-6 perces útmutatást, hogyan kell a kertet akár a nulláról elkezdeni, és gyönyörű zöldséges, gyümölcsös kertet varázsolni belőle. Országos díjas, életműdíjas kertművelőink adnak tanácsot, és mondják el, hogy hogyan csinálják ők, hiszen ezt más is leutánozhatja, és a példájukat követve mindenki kialakíthatja magának a saját kis kertjét, akár csak egy pici kis zugban, vagy akár csak az erkélyen. Ez úgy gondolom, hogy nagy segítség lesz azoknak, akiknek tényleg nincs tudásuk erre. Nem kell az internetre menni, mindenhonnan összeollózni és összeszedni azt a tudást, ami tényleg kell egy kert kialakításához. Nagyon sokszor el is vesznek ebben az információ rengetegben ezek a visszajelzések felém, és én bízom abban, hogy ezek a kis spotok, ezek a kis 5-6 perces kis videófilmek tényleg végigvezetik a kertművelés teljes szakaszán az illetőt, a kezdetektől egészen a betakarításig, és majd a következő év talaj előkészítési munkálataig bezárólag. Beszéltünk a fiatalokról, hogy egyre többen vesznek részt a programban. Idén is azért tényleg ez a sokféleség, sok színűség, ami ugye a kertprogram témája, talán még inkább vonzó lehet a számukra, jobban meg tudják magukat mutatni? Én úgy gondolom, hogy a fiatalok nagyon nyitottak mindenfelé, főleg környezettudatosság tekintetében, ők nagyon, nagyon ott vannak a szeren, hogy így fogalmazzak. Ők már az idősebbeket irányítják, hogy hogyan kell szelektív hulladékot gyűjteni, hogyan lehet hasznosítani, miért ne dobjunk ki dolgokat, és mit hogyan helyettesítsünk. A gyerekekben szinte, mintha beleoltották volna ezt a tudást, ezt az igényt, ők már így működnek. Egészen a picik, az óvodások körében is lehet látni ezeket a törekvéseket, hiszen minden évben gyönyörű kiállításokon keresztül mutatják meg, hogy ők hogyan hasznosítják a hulladékot, és mit kezdenek vele. Én úgy gondolom, hogy ez a kertekben is így igaz.
szeretnek mindenféle kis apró cseprő dolgokból díszeket csinálni és hasznosítani azokat. Én úgy gondolom, hogy ez a mostani biodiverzitás is fog nekik kedvezni, hiszen ők egyformán szeretik a növényeket, a virágokat, a zöldségeket, és mindenféle szépet, zöldet, virágot. Én bízom abban, hogy ez nekik is majd egy olyan téma lesz, amiben ki tudnak teljesedni. Még a családdal együtt tudnak munkálkodni. Így van, ez a legfontosabb, hogy családapraja nagyja együtt legyen, és kint szorgoskodjon a kertekben. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen én is.